pontosabban az üzanyának az áldását, de mi is lélekben hozzájuk csatlakozunk, és mi is azt tesszük. Édesanyánk, hazajöttünk. Anyaország, köszönjük, hogy hazahívtad a gyermekeidet, köszönjük, hogy hazajöhettünk ide Pilisszántóra, ahonnan úgy kezdtem, van egy jó hely, oda megyek. Lerakom ott a terheket, ott fenn a hegyen, van az a hely, ahol a szív békére lel. Ünneplő zarándok testvéreim, Isten a tudója, hogy mennyi mindent hordozunk a szívünkbe, a lelkünkbe, és mennyi sok teherrel jöttünk ide fel a hegyre, hogy ágyainkért, a gyermekeinkért, a hitves társainkért, és kérjük Istentől a kegyelmet, hogy megsegítsen bennünket, hogy erőt adjon, hogy a szűzanyához hasonlóan mi is igent tudjunk minden egyes nap mondani. Nagyon sokan, akik eljöttetek ide a zarándokhelyre, a szűzanya lábaihoz, szülőföldeteket hagytátok el, szeretett székelyföldeteket, és jöttetek el ide. És hiszem, hogy ez is fáj, a szívetek sajog, hogy talán valamikor haza tudtatok menni, és a szent ünnepeken, pünkösd ünnepén együtt lehettetek a csíksomjai nyerekben, és talán az idén, vagy akár már jó pár éve nem tudtok hazamenni különböző okok miatt, de eljöztök ide, és lélekben egyesültök, csatlakoztok az ottani testvérekkel, ünneplő búcsús testvérek. Amikor Johann Wolfgang Goethe, a nagy német író, költő, műfordító, természettudós, politikus jogásznak, aki 1749-ben született és 1832-ben halt meg, szobrot állítottak Frankfurt menti, Majna menti Frankfurtban, Frankfurt am Mainban. Tudósok, művészek, írók méltatták a nagy költő érdemeit. Az ünnepség azonban nem fejeződött be a szobor leleplezéssel, hanem az ünneplők Goethe édesanyjának a sírjához mentek a temetőbe, és ott is koszorút helyeztek el. A kérdése, hogy mi vezette a rendezőket erre a gesztusra, azt válaszolták, hogy a koszorúzás nélkül csorba esett volna a nagy költő, írónak, politikusnak az emlékén, aki nagyon szerette édesanyját, és amikor a fiúról megemlékeznek, meg kell emlékezni az édesanyjáról. Találkozunk nem szép szeretettel, olyannal, amelyik türelmetlen, amelyik féltékeny, haszonleső, kérkedő, büszke, beképzelt, nagyra vágyó, vagy mondhatni önző is. Olyan látszólagos szeretettel, amelyik haragvó, amelyik öl, gyűlölködik, de a gyűlöletet szeretetnek tünteti fel. És ma azt kérjük a szűzanyától, segítsen nekünk, hogy mindezeket át tudjuk alakítani az Úr Jézus szentséges szíve, szeretete szerint. Més László pap költőnek van egy megható vers, amelynek az a címe, Anya kell. A verső kezdetben azt tartották, hogy ezzel csak az előkelő réteget akarja kipellengérezni, de később bebizonyosodott az a meggyőződés, hogy kevés kivételes szinte minden családra elmondható, vagy akár megírhatta volna minden családról a verset. Valahol egy előkelő családi házban ünnepséget tartanak, nem hiányzik természetesen a jókedv, a szórakozás, a tánc, a mulatság, ami ilyenkor lenni szokott. A házasszonya nagyon jól érzi magát, de egyszer csak jön a dajka és jelenti, hogy a mellékszobában sír a gyermek. Az édesanyját akarja. A sírás foszlányok áthallatszódnak a nyitott ajtón. Anya kell, anya kell. A dajka hiába erőlködik, hogy megbékítse, hiába kínálgatja neki a játékszereket, a kócbabát, vagy akár a bohócokat, mert ezek nem kellenek a gyermeknek, mert nincsen szívük. Anya kell, anya kell. Zarándok testvéreim, a vers születése óta évtizedek teltek el, de mindenféle szempontból elmondhatjuk, hogy gazdagodtunk, modernizálódtunk. Gyermekeinknek halomszámra vesszük a modernebbnél modernebb dolgokat, mégis gyermekeink sok esetben boldogtalanok, betegek,
vagy akár depressziós hajlamúak lesznek. A csecsemők hada sír, mind a mai napig anya kell, és közben azt is látjuk, hogy az édesanya az élet peremére sodródik, és hamar feledésbe merül. Aztán az ember nem tudja miért, de olyan üresnek, egyedülinek, kisemmezetnek érzi magát. Mi hiányzik? Az anyai szív. A régi kérdés még jobban időszerűvé lesz, amikor öregszik az ember, vagy akár amikor az évei elmúlnak, vagy amikor munkaképtelenné válik, vagy amikor beteg lesz, vagy megőszül, hogy anya kell. Amikor elveszítjük édesanyánkat, aki elveszítette édesanyját, azt tudja a legjobban, mit jelent, hogy nincsen édesanyám. És ma azt mondjuk, ünneplő zarándok testvéreim, hogyha meghalt is édesanyánk, ha el is veszítettük a földi édesanyánkat, mégis van egy égi anyám nékem, ki el nem hagy soha engem. Neve Mária, aki az én életemnek vezércsillaga. Szent Gellért püspök volt a Szűz Mária tisztelet elindítója itt a magyar területünkön, anyaországunkban. A Boldogasszony kultusz Szent István király a keresztény hit terjesztésével párhuzamosan meghonosította. Fia Imre herceg halála miatt a hagyomány szerint Mária Boldogasszonynak ajánlotta fel örökségül az országot. Szent Gellért Székesfehérváron tartotta bemutatkozó beszédőt, és ott a boldogságos szűzanyát a jelenések könyve alapján a napba öltözött asszonynak és a mennybe fölvett boldogasszonynak nevezte. És amikor Diósdon misét mutatott be, amelynek egy részlete bekerült a képes krónikába, csak egy rövidet idézek, ezeket mondta, tudomásotokra hozom ugyanis az isteni titkot, amely nekem ma éjjel felfedeztetett, Urunk Jézus Krisztus láttam, szentséges anyja, az örökké Szűz Mária ölében, ki magához híván bennünket, saját kezével nyújtotta nekünk testének és vérének szentségét. És amikor Szent Gellért megalapítja az első monostort az őscsanádon, a monostort a boldogságos szűzanyának ajánlja, a mennybe fölvett szűzanyának. Darz Árpádházi uralkodóink is, drága testvéreim, a boldogságos szűzanya oltalmában bíztak, és a boldogságos szűzanya oltalmába helyezték életüket, munkájukat, adott esetben a harcaikat is. 1038-ban Esztergomban, 1317-ben Károly Róbert Szepeshelyen, 1693-ban Budán, és 1896-ban újra fölajánlották népünket és nemzetünket a boldogságos szűzanyának. Ma eljöttünk, hogy hálát adjunk és köszöntsük, hogy a boldogasszony, a boldogságos szűzanya a felajánlásokat elfogadta és visszafogadta.